Korszerűsítés. Januárban elkészül az új kanyarodósáv a Szoboszlói és az István út csomópontjában. Elővigyázatosság. Életet mentett ma egy szénmonoxid érzékelő a megyeszékhelyen. Mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesztivált rendeztek a Debreceni Egyetemen. Jó estét kívánok, ez a Debrecen Televízió hírműsora, a napszemle. November 28-a szerda van, jövünk a legfrissebb hírekkel. Jól halad az István és a Szoboszlói út kereszteződésének bővítése. A 185 millió forintos beruházás részeként egy új kanyarodósávot is kialakítanak majd a csomópontban. A munkával előreláthatóan január első felében végeznek. Munkások aszfaltozzák a frissen kialakított új sávot az István és a Szoboszlói út kereszteződésében. A korszerűsítés októberben kezdődött. Azóta kiszélesítették az utat és kiépítették az útpatkát. A sávlezárás miatt egyelőre hosszú sorokban állnak az autók a jelzőlámpánál, hamarosan azonban változhat a helyzet. Az évek alatt az autós forgalom, ahogy megnövekedett, ugye alkalmanként feltorlódtak az autók, volt, amikor dugók is alakultak ki, és úgy gondolta a város, hogy mindenképpen szükséges ezzel a helyzettel valamit csinálni, hiszen fontos, hogy zökkenőmentessé váljon ez a kereszteződés, és ezáltal Debrecennek a forgalma. Az átalakítás után ilyen lesz a kereszteződés. Az új kanyarodási lehetőségeknek köszönhetően minden irányból könnyebben és gyorsabban lehet majd átjutni a csomóponton. Újdonság lesz, hogy a Vértesi út felől haladva az István útról balra is lehet majd fordulni a 4-es út irányába. Ez az egyike annak az 53 csomópontnak, amiknek a korszerűsítését az új Phoenix terv részeként végzi el az önkormányzat. A beruházások célja, hogy felgyorsuljon és biztonságosabbá váljon a közlekedés Debrecenben. Itt előreláthatóan január első felében végeznek az Európai Uniós forrásból finanszírozott munkával. A Szoboszlói út István út kereszteződése jelenleg az egyik legforgalmasabb csomópontja a városnak. A több mint 180 millió forintos beruházásnak köszönhetően gyorsabb lesz majd az áthaladás, illetve a déli városrész és a Tócóvölgy lakói hamarabb tudnak majd bejutni a városközpontba. A Napszemlés Somorja és Soma tudósította. Több mint 30 forinttal csökkent november eleje óta a benzin és a gázolaj ára. A Napszemle által megkérdezett autósok szerint már ideje volt, hogy olcsóbban tudjanak tankolni. A holtankoljak.hu szakportálnál azt mondták híradónknak, hogy a következő hónapokban nem számítanak jelentős árváltozásra. Egymást érték az autósok ma ezen a benzinkúton. Sokan akartak tankolni. November 7-e óta folyamatosan esik az üzemanyagára Magyarországon. Az elmúlt három hétben a benzin összesen 38, a gázolaj ára pedig 30 forinttal lett olcsóbb. Ennek az autósok is nagyon örülnek. Örülök neki egyébként, hogy lejjebb, mert az áram nagyon magasabb rekész. Egész évben magas volt a dizelára is, meg a benziné is. Megérdemeltük én szerintem ezt a kis csökkentést, most örülök neki. Nagyon örülök, hogy javunkra történt ez, és ilyen kutaknál pedig öröm megjelenne, ahol igen alacsony árakkal nézünk szembe. De nem csak az autósoknak kedvez az árcsökkenés. A DKV az autóbuszok üzemeltetése során több millió liter gázolajat használ föl évente. Így minden áremelkedés vagy mérséklés jelentősen befolyásolja a társaság gazdasági eredményét. Egy olyan átlag üzemanyag árat számolunk, amely 2018 évre előrevetítettek, és sajnos még jelen pillanatban is 40 forinttal fölött van annak, mint amit előrejeleztek. A Napszemle által megkérdezett szakértő szerint a folyamatos árcsökkenés legfőbb oka az, hogy a Brent típusú olajára jelentősen csökkent a nemzetközi piacon. A hordonkénti ár az már a 80 dollárt is elérte, és ez a 80 dolláros ár csökkent le most nagyon rövid idő alatt, már a 60 dollár alá is. Az üzemanyagok árát befolyásolja az is, hogy a forint árfolyama jelentősen gyengült a dollárral szemben. A szakértők szerint azonban a következő hónapokban jelentős árváltozás nem várható. Pénteken egyébként újabb mérséklés jön. A benzin 3, a gázolaj 6 forinttal lesz olcsóbb. Életet mentett majd szénmonoxid érzékelő Debrecenben. A Szepesi utca egyik családi házához riasztották a tűzoltókat, mert jelzett egy készülék. Szerencsére senkinek nem esett baja. A szakember szerint fontos a megfelelő berendezés, és érdemes tudakozódni is a vásárlás előtt.
Ide a Szepesi utcába riasztották a tűzoltókat ma délelőtt. Az egyik családi házban információink szerint a nappaliban jelzett a szénmonoxid érzékelő. Ketten voltak otthon, azonnal elhagyták az épületet. Az öt élők riasztották a tűzoltókat, akik a kivonulásuk után méréseket végeztek, és a kazán közelében kimutatták a szénmonoxid jelenlétét. Ezt követően kihívták a gázszolgáltató szakembereit, akik a nyílt égésterű fűtőberendezést idéglenesen elzárták. Itt senkinek sem esett baja, de február végén tragédiát okozott a szénmonoxid. Egy fólias hátorban fulladt meg egy férfi a Kondoroskert utcán. Rajta kívül egy férfit, két nőt, valamint a segítségükre siető mentősöket mérgezés gyanújával kórházba szállították. Ezt az éles sipító hangot adja. Hasonló hangot ad ki a készülék, amikor szénmonoxidot érzékel a levegőben. Ez a gáz már nagyon kis mennyiségben mérgező. Azért veszélyes, mert színtelen és szagtalan, ezért érdemes használni szénmonoxid érzékelőt. A Napszemle által megkérdezett szakember szerint fontos, hogy megfelelő helyre rakjuk a lakásban a berendezést. A készülékeket általában a gázkészülék közelében, gázkazán, gázkonvektor, esetleg kandalló kályha közelében érdemes elhelyezni, mennyezettől minimum 15 centire, a készülőktől maximum 3 méterre. Vagy el lehet helyezni gyerekszobában, hálószobában. A tűzoltókat idén csak nem 40 helyre hívták eddig szénmonoxid riasztó jelzése miatt. Ezek egy részénél tévesen riasztott be az érzékelő, mert lemerült az elem. Ezért is fontos, hogy kérjük ki a szakemberek tanácsát vásárlás előtt, és akkumulátoros berendezést szereljünk fel otthonunkba. Megfelelő színvonalon látja el feladatát a debreceni köztemető üzemeltetője. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elfogadta az AKSD Kft. 2017-es beszámolóját. A bizottság támogatott egy partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló előterjesztést is, így ha a közgyűlés megszavazza, folytatódhatnak Pallagon a kézilabda csarnok építésének előkészületei. Több mint 200 ezer ember látogatott el a debreceni köztemetőbe a halottak napja alkalmából. Az üzemeltető AKSD Kft. Erre az időszakra meghosszabbította a nyitvatartási időt és megduplázta a biztonsági szolgálata létszámát. Az ország második legnagyobb sírkertjében tavaly 2545 temetés volt. Az adatokból kiolvasható, hogy a hagyományos temetések aránya csökken, már többen választják a hamvasztást. A Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság a köztemető működtetéséről szóló tájékoztatót elfogadta mai ülésén. A debreceni köztemető ebben az évben is a szokásokhoz híven jól működött. Az AKSD Kft. A tevékenységét kifogástalanul végezte. Körülbelül 4 milliárdos költséget fordított a temetőre, a bevétele is ezen összeg körül alakultak, úgyhogy olyan nullszaldós volt a 2017 évi mérlege. A bizottság tárgyalt arról is, hogy egy országos program alapján Pallagon a Balázsházi János középiskola telkén kézilabda csarnok épülhet. Ez elsősorban az utánpótlás nevelést segíteni. A testület tagjai megszavazták azt az előterjesztést is, ami a beruházás előkészítéseként a partnerségi egyeztetések lezárását jelenti. Egyeztetésre jogszabályi kötelezettség alapján a főépítési iroda például lakossági fórumok keretében teremt meg lehetőséget. Itt ugye egy felhívásra a lakosság jelentkezhet, bejelentkezhet, észrevételt tehet, illetve a lakossági fórumon való megjelenéssel nyomatékosíthatja bizonyos szempontból az elképzeléseit, igényeit. A bizottság támogatta a több mint 30 közterület elnevezését célzó javaslatot is, erről a végső döntést a csütörtöki közgyűlésen hozzák meg a képviselők. Lángoló kezek, rekeszeken egyensúlyozás, 3D nyomtatás. Csak néhány kísérlet, amelynek részesei lehettek ma a diákok a Mi a pálya elnevezésű műszaki pályaválasztó fesztiválon. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 4. éve keresi a jövő műszaki és informatikai szakembereit. A programnak a Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpontja adott otthont. Rekeszeket egymásra pakolva kellett egyre magasabbra jutni a Benedek Dávidnak, úgy, hogy ne boruljon el a torony. A villanyszerelőknek kell bizonyos helyzetekben így manőverezni. Ezt is bemutatták a Műszaki Pályaválasztó Fesztiválon. Az elején könnyebb, amikor imbolyog meg minden, ott már nehezebb. Csinálnád esetleg hivatásszerűen? Hát megszokás kérdése. Egy idő után biztos rutinszerűen menne. Magabiztosságból más standoknál sem volt hiány. A hajdúdorogi Szent Bazilika görögkatolikus oktatási központ matematika-fizika szakos tanára például tűzzsonglőrökké változtatta a diákokat.
A hajtógáz, ami ebben a csodálatos WC illatosítóban van benne, az van benne ezekben a buborékokban. Amint az egyik meggyullad, a láncráció révén ez összes többi is meggyullad, lángolni fog, a víz pedig megvédi a kezünket, hogy ne égjen meg. Összesen 30 kiállító, köztük középiskolák, nagyvállalatok és a Debreceni Egyetem természettudományi és technológiai kara mutatkozott be a rendezvényen. Ha én most fogom is belőtt, akkor nagyon erős, nagyon kemény. Kiveszek belőle egy darabot, elkezdem gyúrni. Úgy viselkedik, mint hogy a szilárd lenne, de hogyha elengedem, szétfolyik. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület a Felnőtt Képzési Hivatallal és az EON-nal együtt szervezte meg a fesztivált azért, hogy népszerűsítse a műszaki szakmákat. Más környezetben nőnek föl, és ezeket az ingereket kell nekik biztosítani, otthon is, családi körben is, hagyni őket, hogy hadd bütyköljenek, alkossanak, építsenek és tapasztalják meg, hogy milyen is ez a műszaki világ. A pályaválasztó fesztivál 4. alkalommal várta a diákokat Debrecenben. Már a 200 ezret is meghaladja azoknak a száma, akik csatlakoztak a Nemzeti Konzultáció Trianonról elnevezésű kezdeményezéshez. Az erről szóló aláírásgyűjtést a Magyarok Világszövetsége és az Országos Trianon Társaság indította el. Ma Debrecenben a Kossuth téren várták azokat, akik támogatják, hogy nemzetközi bíróság vegye napirendre a trianoni békeszerződést és állapítsa meg semmiségét. Az aláírók között több politikus, tudós, művész és közéleti szereplő is van. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a trianoni békediktátum 100. évfordulójára 1 millió aláírás gyűjjön össze. A Magyarok Világszövetsége elnöke azt mondta, ha ennyien támogatják a kezdeményezést, az azt jelenti, hogy végbe megy a magyarságon belül a nemzeti eszmélés. Az elsődleges feladat az, hogy a magyarság jusson el egy olyan állapotba, ahol tömegeiben úgy gondolja, hogy ez a nemzetgyilkossági kísérlet tarthatatlan, ez egy gazemberség volt, és most, amikor Európa, Nyugat-Európa a maga migráns őrületével a maga trianonjába rohan, most pedig itt az idő, hogy figyelmeztessük Nyugat-Európát erre, és hogy kivívjuk a magunk igazát. Politikai vita a túlóráról. Ellenzéki pártok politikusai tiltakoztak ma Debrecenben a túlóra keret megemeléséről szóló törvényjavaslat miatt. Az MSZP és a Mi vagyunk Debrecen csoport mellett Szabó Szabolcs független országgyűlési képviselő is bírálta a tervezetet. A Fidesz úgy reagált az elhangzottakra, a baloldal, ahogyan mindig, úgy most is össze-vissza beszél. Nem túlóráztatnia kellene a kormánynak a munkavállalókat, hanem a béreket és körülményeket rendeznie ahhoz, hogy több pénzt keressessenek. Ez a véleménye az MSZP-nek arról a törvényjavaslatról, ami 400 órára emelné a túlóra keretet. A párt országos elnökségének tagja Aranyos Gábor szerint a közalkalmazotti bértáblát mindenképpen át kell alakítani úgy, hogy alapból a minimálbért kapják meg a dolgozók. Rusz Tamás, a Mi vagyunk Debrecen csoport vezetője és Szabó Szabolcs független országgyűlési képviselő is tiltakozott a túlóra törvény miatt. Mindketten azt mondták, ez valóban rabszolgatörvény, az irreális túlmunka megnyomorítaná a dolgozó embereket. Hozzájuk csatlakozott Fekete Győr András, a Momentum elnöke is, aki hozzátette, elég volt a korrupcióból, szerinte zéró toleranciára van szükség ezen a területen, ezért szükséges, hogy az ország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A Momentum ezúttal sem nemzeti, hanem külföldi érdekeket képvisel, reagált a Fidesz Fekete Győr András szavaira, a túlórával kapcsolatban pedig azt írták, a baloldal, ahogyan mindig úgy most is össze-vissza beszél, az előkészítés alatt álló törvénymódosítási javaslat szerint többlet túlórát csak akkor lehet elrendelni a jelenlegi szabályozásnak is megfelelően, ha abba a munkavállaló is beleegyezik. Jelenleg évi 250 óra felett kell a munkavállaló beleegyezése, ez a jövőben sem változik, fogalmazott a Fidesz. Téli árverésére készül a Villás Galéria. Az aukción 120 festményt és 95 műtárgyat kínálnak eladásra. A festmények főként 19. és 20. századi neves magyar, illetve külföldi festők alkotásai. A legmagasabb áron induló tétel Mednyánszky László Őszi táj című festménye lesz, melynek kikiáltási ára 3 millió 200 ezer forint. A legolcsóbban pedig egy ezüst gyógyszeres szelencét kínálnak, ami 7000 forintról indul. A különleges tételekre december 8-án 15 órától lehet licitálni, akár telefonon is. Két nappal később pedig a hagyományos karácsonyi kamaraárverésen többek között herendi porcelánokat és egyéb dísztárgyakat lehet vásárolni. Hírműsorunkat látták, friss információkkal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!